Mintha forró láva lenne, úgy lángoltak a szénabálák Paks mellett 4 évvel ezelőtt. 2017. augusztusában 1600 körbála gyulladt itt ki. A tűz gyorsan terjedt és a környező napraforgó táblákat is veszélyeztette. De a tűzoltóknak sikerült időben megfékezniük a lángokat. Ezek pedig már a közelmúltban történt szabadtéri tűzesetek képei. Előfordult, hogy a traktor vontatta bálázógép gyulladt ki egy búzatábla mellett, máskor pedig szén a körbála égett. A Tolna megyei katasztrófa védelmi igazgatóság adatai szerint évről évre egyre több szabadtéri tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Tavaly 168 esetben kellett vonulni a tűzoltóknak szabadtéri tűzesetekhez. Idén sem kevés ez a szám, idáig eddig 102 esetet datálhatunk már. Itt erdővegetációs területek tüzeihez szabadban történő talló avar égett, valamint a hulladék és szemét égetés is még egy szép számot tesz ki. Ez is most már idén is több mint 20-ra emelkedett ezeknek a száma. A hatóság tapasztalatai szerint egyébként a vonatokból, autókból kidobott cigarettacsikkek sok tüzet okoznak nyáron, valamint a tallós részeken járó motorral, forró kipufogóval hagyott autók is. Ezért néhány egyszerű tanácsot érdemes betartani annak érdekében, hogy ne alakuljanak ki tüzek. Oda kell figyelni a mezőgazdasági gépek tisztántartására, műszaki ellenőrzésére, és arra, hogy a jármű a tallótól megfelelő távolságban, legalább 15 méterre legyen elhelyezve a munkaszünet idejére. Az erős munkagépeknek át kell esniük egy szemlén az aratást megelőzően, megint csak kiemelt fontosságú itt a tűzoltó készülékeknek a megléte, az, hogy ezek az erőgépek, erős munkagépek el legyenek látva földelő vezetékkel, valamint az akkumulátorokat egy védőburkolat fedje, amely megint csak ugye az esetleges szikláknak a további kipattanását előzzék meg. A sziklatörő és a kipufogó műszaki állapotát is ellenőrizni kell a munkakezdés előtt és után, és a gépeket a munkaközi szünetekben le kell takarítani az éghető anyagoktól.